Geo Gulliver podcast történetében először fog előfordulni, hogy három kontinenst kapcsolunk össze egy időbe, Dél-Amerika, Európa és Ausztrália egyszerre jelentkezik be, és a két mai beszélgető partnerem közül az első Tarnai Dániel, aki egészen pontosan Buenos Airesből jelentkezik, és majd elmondja, hogy hogy is került oda. Neki jó reggelt kívánok! A másik beszélgető partnerem Molnár Péter, aki Budapestről kapcsolódott be a beszélgetésbe, neki szép délután kívánok, és én pedig Darwinból Karácsonyi Dávid vagyok, itt pedig szép estét kívánok minden résztvevőnek. A mai beszélgetésben olyan két geográfussal fogunk beszélni utazásról, földrajzról, földrajzi ismeretterjesztéshez való kapcsolatukról, akik, hogy úgy mondjam, ezt simán kimondhatjuk, világutazók, tartottak ismeretterjesztő előadásokat, blogot vezetnek az utazásaikról. Tehát én úgy mondanám, hogy többről van szó az esetükben, mint szimpla, hogy úgy mondjam, backpackerekről, azaz hátizsákos turistákról. Hogy milyen élményeik vannak az eltés földrajzi tanulmányaikból, ezekről is fogunk beszélgetni a mai podcast során. Nektek is szegezném a kérdést, hogy honnan is jött a földrajz iránti érdeklődésetek. Nem is tudom igazából, hogy ez a földrajz volt-e a központban, mint érdeklődés. Szüleim, illetve nagyszüleim folyamatosan vittek engem Magyarországon belül, illetve külföldre, amíg tudtunk menni. És mindig is vonzott az ismeretlen, hogy mi van azon túl, és mindig szerettem kicsit túl lépni a már megismert világomon, azt tágítani. Úgyhogy nyilvánvalóan a családi utazások voltak, amik felkeltették az érdeklődésemet. Aztán, ahogyan csepelettem és lettem egyre önállóbb, úgy én is biciklivel, aztán vonattal próbáltam menni minél távolabb és megismerni távolabbi vidékeket. De valójában én nem geográfusnak terveztem tanulni, hanem mérnök szerettem volna lenni. Egészen a felvételiig, amikor eldöntöttem, hogy földrajztörténelem szakos tanárként próbálok szerencsét. Aztán nem voltam eléggé felkészült történelemből, így a következő évben maradt a földrajz, tehát maradt a geográfus, amit egyáltalán nem bánt, tehát igazából mindig is szerettem volna ezt a pályát magamnak. Én klasszikusan lépésről lépésre kezdtem el így mindent bejárni, ugye kiskoromban még ilyen tacskó biciklivel, szülővárosom Győr összes utcáját, később már középiskola vége fele egyetemen, meg már biciklivel, így először Nyugat-Európát, majd azokat a részeket bejártam, ami így viszonylag egy hónapon belül elérhető kerékpárral. Aztán később jött stoppal, vonattal, majd repülővel, aztán utána jöttek a egyéb földrészek, és hát a földrajz, illetve a geográfia iránt úgy jött az ötlet, hogy így mindennek így szerettem volna így utána járni, és valamelyest ilyen tudományosabb keretet kapni az egészről. Ahogyan Péter említette, nekem is ez a saját oikumenimnek a tágítása volt önmagában a cél is, mert soha nem terveztem világkörüli utat. És szerintem ez fontos is, hogy ahogyan szüleim először vittek és mutatták meg a világot, az egy nagyon jó kezdet volt. Ezután pedig én magam, ahogy már az egyetemre kerültem, és onnan mentem tovább. Akkor indultak ezek a többnapos vagy hetes balkáni utak, aztán nyílt ki a világ Kelet-Európa felé, amit nem is gondoltam, hogy létezik, vagy sokan még ma sem tudják, hogy ott is van, Európa tovább tart.
És akkor így lépésről lépésre, sőt először még el sem tudtam volna képzelni, hogy egyedül indulok útnak. Folyamatosan valaki mindig volt velem az esetek többségében. De hogy így több hétre elmerjek indulni, vagy nem is gondoltam, hogy ez létezhet, milyen lehet egyedül, mert nem unalmas-e. Aztán, amikor az egyetemnek vége szakadt, vége lett, és mindenki elkezdett élni, úgymond a komoly életbe csöppent, akkor már nem volt a kutitársa. Úgyhogy el kellett indulnom én egymagam. Majd 2015-ben nagyon sok időm lett arra, hogy végre elinduljak Közép-Ázsiába. És az volt azzal, hogy egy 3,5 hónaposra tervezett út végül is 3 évig nem állt meg. Nem jöttem haza ugye 2018-ig. És azóta is tulajdonképpen úton vagyok. Most a világ egy teljesen átellenes pontján. Ma te is rengeteg helyen jártál, de ha talán a legexotikusabbakat mondjuk kezdve Transzisztriától és befejezve valahol a Közép-Afrikai Köztársaságban, hogyha pár ilyen információ morzsát megosztanál velünk és a hallgatókkal. Tehát én mindig úgy vagyok vele, meg úgy voltam vele, hogy mindig hívok bárkit, csak nehéz útitársat találni. Hát ugye Európa után szerintem ez a klasszikus volt szovjet, a köztársaságok jöttek, Közép-Ázsia, az egy ilyen nagyon hálás úti cél, mind érdekesség szempontjából, különbségek szempontjából, emberek is kedvesek. Aztán utána még egy ugrás az Afrika. Hát Afrikában is két ilyen nagyobb utam volt, először Etiópia és környéke, Szomáliföld, Djibouti, Szudán, Eritrea. Hát ez Afrikának viszonylag úgymond kedvesebb, konszolidáltabb része, tehát első afrikai országnak Etiópia az nagyon jó. Aztán következő évben már beleugrottam a durvább helyekre, akkor egy olyan utat csináltam, hogy Nigériába repültem, és akkor ott lementem egész Fokvárosig. Aztán a Közép-Afrikai Köztársaság az szerintem még Afrikán belül is a mélypont. Az olyan, hogy ott kb. Minden falu elején és végén van egy sorompó katonákkal, útlezárás és szedik a pénzt. Csak úgy tudtam átmenni rajtuk fizetés nélkül, ja, mert én általában semmit nem fizetek ilyen rendőröknek, meg ha le akarnak nyúlni. Szóval csak úgy sikerült, hogy azt mondtam, hogy misszionárius vagyok, és azért nincs pénzem. Mert azért, hogy egy fehér ember utazik Afrikába, és nincs pénze, azt egyébként nehéz lett volna elhitetni. Aztán igen, Kongói Demokratikus Köztársaság, az se egy ilyen turista desztináció. Tehát ilyen helyeken így mindig megbámulják az embert. Aztán végül is lejutottam. Aztán utána még elmentem Dél-Amerikába is, következő évbe, Közép-Amerika, meg Dél-Kelet-Ázsia. Ausztráliában még nem jártam egyelőre. Na hát akkor épp ideje ezt is tervezni, Mop, úgyhogy itt szeretettel látunk téged, de csak egyelőre be van zárva az ország, úgyhogy nem lehet ide jönni most. Amit én látok az eddig elmondottakból, hogy ti ahol jártatok, az jóval több és egzotikusabb, mint ahova úgy általában, hogy úgy mondjam, egy hétköznapi hátizsákos turista, mondjuk egy nyugat-európai backpacker, ahova eljut. Ugye ilyenekkel rengeteggel lehet találkozni, ahogy Mop, te fogalmaztál, az ilyen konszolidáltabb helyeken, tehát akár mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában is. De ti azért ennél jóval egzotikusabb helyeken jártok, vagy jutottatok el, de mégsem övez titeket mítosz. Mi lehet ennek az oka szerintetek? Most már az a
felfedező utazás korszaka szerintem véget ért, mint a Vámbéri Ármin meg társai. Hogy elutazok valahova, az nem egy, az még nem egy felfedező, nem egy felfedezés. A utazás az még nem transformálódik geográfus kutatássá. Ebbe igazad van, ebbe egyetértünk. Bocsánat, akkor a kérdésem pontosabban megfogalmazva arra vonatkozik, hogy miért nem jött létre ez a termékkapcsolás? Tehát, hogy itt az egyetem rontott el valamit, vagy ti akartatok nagyon a saját utatokon járni? Tehát igazából erre vonatkozik a kérdésem. Én biztos, hogy a saját utamon jártam. Én úgy érzem magamon, hogy én azon a szinten vagyok, hogy a tanulmányaimat a valóságban is úgymond megtapasztalom. Például én mindig is, ha megyek egy új országba, kinyomtatom a próbáltanár úr könyvét, lefénymásolom, és elolvasom ott az adott országról, milyen tájegységei vannak. Most, hogy Péter említette ezt a próbáltanár úr földrajz könyveket, ez engem egyébként mindig hiányom van, hogy ezeket úgy tudjam olvasni, mert én ugye nem csillagtúrákra megyek, hanem általában elindulok, és akkor tájegység és nép egymás után jönnek. Úgyhogy nincs, vagy hát eddig nem tudtam ugye ilyeneket kinyomtatgatni, vagy magammal vinni. Igazából én nem terveztem sohasem, nem csak világkörüli utat, de felfedező utat sem. Magamnak jártam a világot eddig. Noha szerintem nagyon fontos, hogy akkor az így megszerzett a tudást be is tudjuk mutatni másoknak, akik vagy nem tudnak utazni, vagy nem is gondolkodtak eddig azon, hogy milyen is lehet valójában a világ egy hasonszörű, mondjuk magyar szemszögéből. Erre nagyon sok lehetőség lenne, vagy van. Tehát aki szeretné ezt megmutatni, az be tud kapcsolódni. Milyen lehetőségek vannak ilyen, hogy mondjam, számotokra, mint utazók számára ilyen ismeretterjesztő fórumokon való megjelenése, tehát mondjuk ilyen földrajzos klub, ilyenek, ilyen utazók klubja, tehát hol szoktatok általában előadni, vagy megjelenni? MOP? Hát igen, ahogy mondtad, földrajzos klubban is szoktam vetíteni, meg vannak a városban ilyen különböző világjáróklubok, járatlan utakon fesztivál. Tehát azért manapság elég sok ilyen fórum van, ahol ilyen úgymond úti élménybeszámolók vannak. Meg lehet ebből egyébként élni, hogy úgy mondjam? Tehát vagy honnan teremtetek elő forrásokat ezekre az utazásokra? Dani, te ugye önkénteskedtél is sokszor, tehát ugye ez hogy működik, ha erről egy pár szót meg tudnál osztani velünk? Végtelen a lehetőségek tárháza. Én ahogyan egyébként elkezdtem külföldön élni, mert én nem is, mostanában már nem utazgatok, hanem inkább valahol egy távoli országban vagy kontinensen felbukkanok, és akkor onnan kezdem szemlélni ugye a világot. Én az egyetem alatt ugye két külföldi ösztöndi programban is részt vettem. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy az ember belecsöppenjen a külföldi életbe, megtapasztalja, hogy az milyen. Aztán nemzetközi szervezetek is szívesen várnak önkénteseket. Lehet ez fizetett munka is, lehet ez teljesen önköltséges alapon is. Én Chilében egy fél évet sikerült eltöltenem az ENSZ egyik programja keretében, ahol chilei távoli vidékek középiskoláiban tudtam oktatni, tanítani angol nyelvet teljes állásban, és ez egy profi munka volt, és meg is hosszabbítottam még egy évvel ezt a szerződést. Aztán ugye ez a vírusválság, ez közbe jött, így kerültem Patagóniába, ahol több minden miatt nem tudtam ezt folytatni, most már megy ez online. Tehát
nem is, most ugye nehezebb kicsit persze utazni, de a lehetőség adott. Be lehet ilyen programokba csatlakozni, kapcsolódni. Egyébként igen, szerte a világban sokfelé önkénteskedtem. Legyen az Ausztrália senki földjén, a világ, a kontinens közepén egy benszülött kulturális központ, vagy tanítottam angolt Kínában, vagy Malajziában, Borneo dzsungel közepén. De ugyanígy Új-Zélandot például 4 hónapig úgy jártam, hogy önkéntes munkákat vállaltam el. Tisztázok, hogy ez az önkéntes munka, ez azt jelenti, hogy akkor a szállást meg ellátást kapsz a munkáját cserébe, gondolom. Jobb esetben igen. Uh-huh. Az utóbbi években nagyon népszerűvé vált ez az önkénteskedés, ez a volunteering, de vagy volunteerism, ez részben ugye már a tourismnek egy ága lett, és annyi, ugye, hogy népszerű, és sok nyugat-európai vagy észak-amerikai fiatal szeretné ugye megváltani a világot, szeretne segíteni, gondoskodni borneói orángutánokról, ezért aztán a szülők hatalmas pénzeket is képesek adni azért, hogy a csemetéik biztonságban valami egzotikus helyen tölthessék a nyári szünidőt. Én nem ebben az irányban indultam el soha. Tehát ez egyfajta turisztikai ággá nőtt ki. Én pedig általában helyiek által szerzem az információkat, hogy hol van rám szükség, vagy hol lehet valakire szükség. Mop! Te miből teremted elő a forrásokat az utazásaidra, vagy mit dolgozol most, és ez hogy lehet összeegyeztetni ezeket a dolgokat? Hát én sose éltem még úgy a klasszikus értelemben külföldön, mint mondjuk a Dani vagy te. Tehát én mindig is gyakorlatilag a itthon keresett pénzt költöttem el. Mondjuk ennek nyilván megvan előnye és hátránya is, tehát hogy sokkal szabadabb vagyok, nem vagyok semmihez kötve. Viszont ha munkaviszonyban vagyok, akkor haza kell jönni általában egy hónap után. De persze volt olyan, hogy leléptem itt több időre. Szerintetek mi az oka annak, hogy mondjuk akár a Földgömb magazinban, hogy nem jelentek meg? Ha engem kérdezel, ennek a trehányság az oka leginkább. Egyébként jelent meg egy cikkem, de már 11 évvel ezelőtt. Az egy elég extrém utam volt az északi sarkörön túl, és akkor még össze is szedtem magam. Tehát abból lett egy cikk. Aztán azóta persze több tucat cikket megjelentethettem volna, és ígéretet is tettem rá, aztán belecsöppentem, beleugrottam ebbe az új kalandba, ez a Dél-Amerika, ugye ehhez meg tanulni kellett. Egy tanári, nemzetközi angol tanári képesítést szereztem. Úgyhogy akkor ez lett az új projekt. A megjelenésre nagyon sok a lehetőség, én szerintem. Ez a blog, ez az egyik ilyen terméke, vagy hát az egész honlap, amit az lezárás alatt megtanultam webkódolni, tehát hogy egy websájtot tudjak létrehozni saját magamnak, és azon jelenek meg. Lehetőség az adott. Ha van egy jó sztorid, ezt elő tudod adni, írsz, akkor minden lehetséges. Fel fognak rá figyelni, lesznek követőid, olvasni fognak. Mob, te hogy látod ezt a dolgot? Van-e inspirációd, igen, mondjuk a Földgömb iránt? Hát igen, a motiváció az nagy úr, tehát egyrészt nem is kért meg senki, hogy írjak ilyet, másrészt meg magamtól, meg természetesen, ha késztetést is érzek, ahhoz rá kell szánni magunkat, azért nyilván ezzel foglalkozni kellene, csak általában, ha ideje van az embernek, akkor ugye elmegy valahova, és akkor ebben a hibában mindig belecsúszok, hogy utólag feldolgozni az élményeket, az néha elmarad. Hogyan látjátok az ilyen utazásoknak a jövőjét? Ugye Dani már említette, hogy itt a pandémia miatt ugye most ott ragadt, nehézségekkel küzdik. De hogyan látjátok ezt, hogy lesz ebből rövid távon egy kiút? Lehet-e jönni menni a világba? De mennyire visel meg benneteket ez az egész dolog? Én igazából két világ között ragadtam, mert nekem Chilében volt munkám, tehát egy biztos önkéntes alapú
munka, de biztos tehát biztos megélhetésem volt ott még további egy évig. Aztán Európában nem terveztem hazajönni még. És akkor itt Argentin, Patagóniában ragadtam, sőt egyébként egy olajbányász városban a sivatag és az Atlanti-óceán határmesdjéjén. Tehát ez abszolút nem tervezett volt. És ráadásul ez 10 hónapig teljes bezártság. A belföldi tömegközlekedés is leállt. Mind légi, mind közúti. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen leragadt állapot volt. Tehát, és most nem tudom azt mondani, hogy Argentina továbbra is zárva van. Tehát én innen el tudok most jutni végre, de a rövid táv, hát az teljesen kilátástalan, hogy szerintem, hogy úgy, ahogyan én szeretek utazni, úgy tudjak menni. Mop, hogyan érintett ez téged, aki ugye ilyen csillagtúrákba jössz, gondolom, ez most be vagy ragadva, és ennyi. Tehát hogy látod az ebből való kiutat? Természetesen érintett, de azt a szót nem használom, hogy be vagyok ragadva, mert én Magyarországon is nagyon élvezem, főleg nyáron Magyarország a legjobb hely, nagy növényfotós is vagyok, itt is rengeteg jó helyet lehet találni, rengeteg hely van, ahol még nem jártam, rengeteg kis térség, rengeteg kis táj. Szóval most nyilván én is kihasználtam, amíg voltak a filléres repülőjegyek világ túloldalára. Mop, neked amúgy egyébként van valami blogod, vagy valami, ami elérhető, amit a hallgatók, nézők meg fel tudnak keresni? Nem igazán. Facebookra szoktam feltenni képeket, meg még az afrikai út során kezdtem el, így a felét megírtam, aztán az is abban maradt. Mindig vannak fontosabb dolgok sajnos az életben. Pedig hát ezeket az élményeket is érdemes lenne megírni, amiről majd reményeim szerint fogunk beszélgetni, vagy együtt, vagy akár külön-külön is veletek a későbbiekben, hogy a hallgatók, nézők azok megismerhessék azokat a helyeket, amit ti bejártatok, ahol hosszabb időt töltöttetek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem ezen a beszélgetésen, Tarnai Dániel Buenos Airesből és Molnár Péter Budapestről.